Jó estét kívánok, ez a kezdőkör, amelyben nagyon sokszor a fehérvári sport, a fehérvári csapatokkal kapcsolatos történéseket, eseményeket beszéljük ki. A mai adásban is lesz erről szó, de az jut eszembe a kedvenc csapataink hétvégéje kapcsán, mint a régi viccben megpróbálom politikailag korrekten előadni, tehát amikor nyit egy ilyen vegyes kereskedést egy ember, és egész nap várja, hogy valaki betérjen, de senki nem jön, és zárás előtt 3 perccel beruhan valaki, kér egy ceruzát, mondja neki az ember, hogy 1 forint, ledob egy 2 forintost a pultra, fölveszi a ceruzát, kirohan, és akkor megy haza a boltos, kérdezi a feleség, hogy na milyen volt a nap? Hát azt mondja, a forgalom nem volt nagy, de a haszon. Hát, hogy egy kicsit ilyen volt ez a hétvégi termés nálunk, hogy a csapataink forgalma nem volt túl nagy, de amiről lehet beszélni, ami a téma szempontjából a haszon, az bőven hangosra sikeredett. És akikkel ma ezt kibeszéljük, először is sok szeretettel köszöntöm Németh Zoltánt, korábbi sportszerkesztő kollégánkat, aki ebben a műsorban először a vendégünk, a No Name Media vállalkozás már tulajdonosa. Volt már az Olika. Voltál de már? De ki emlékszik már arra? Hát, volt már. Akkor én nem voltam, bocsánat. Nem produkált nagyot. Nem voltam, nem szabadságom nagyot. De idén még először. Ezt akartam mondani. És hát itt van idén először, de véletlenül sem mondanám, hogy utoljára, vagy általában először. Kajzer Tamás kollégám, illetve Horog László, persze őre gondoltam. Szia Laci, remélem jól teltek az ünnepek. Megkáprázatos volt minden. Az indokozmány is jobb volt minden. Igen. Már szervezed az idei nagy utakat és mérkőzés látogatásokat. Na hát, amire céloztam természetesen az, hogy gyakorlatilag ugye a jégkorong csapat Covid miatt nem játszott, a focisták szünetet tartanak, a kézilabdázók hasonló okok miatt, mint a jégkorongozók, ugye nem léphettek pályára. Úgyhogy egyedül a kosarasaink voltak érdekeltek a nagy élvonalbeli csapatok közül, de az viszont elég hangzatosra, vagy hangosra sikerült. Nem csak azért, mert kikaptak Nyíregyházán 25-6 ponttal, ami önmagában azért elég kellemetlen, hanem mert ugye utána elhangzott a sajtótájékoztatón a vezetőedző, illetve az egyik játékos szájából is olyan kijelentés, amiről azt gondolom, hogy érdemes itt azért beszélnünk erről. Milyen stílusban? Hát a stílus maga, és az, hogy miért mondja ezt valaki ilyen stílusban, én azt gondolom, hogy ez tényleg egy nagyon indulatos, ugyanakkor talán éppen ezért ilyen nehezen cáfolható dolog volt. Ugye tegyük tisztább, hogy az Alba irányítója mondta, a magyar irányítója mondta azt... Pongó. Így van, a kis Pongó, vagy a sok Pongó közül az egyik. A kisebb Pongó. Igen, Pongó Marcel, hogy hát mindenki beleszart, és bocsánat, hogy én ezt így mondom ebben az adásban, de ez így hangzott el, hogy ő ilyen beleszrást még nem látott csapattól. A többit ne idézd fordítva, amit ugye magyarra fordítva, mert azért számomra egyébként az, tehát persze nyilván egyik oldalról vereség után, meg tényleg, ha ilyen lélektelen volt a játék, akkor tök jó, hogy nem a sablondumákat vették elő. Ugyanakkor azért mindenféleképpen érdekes, én azt gondolom, hogy egy sajtótájékoztatón ilyen szavakat és stílust lehet megengedni. Teszem hozzá, miért ne lehetne egyik oldalról, másik oldal azért nem szokványos. Jó, hát te is tudod, Kazi, hogy azért meccs másnapján egyikük sem ezt mondta volna. Persze, a sajtótájékoztatónak az a varázsa, hogy 10 perccel a meccs után van, és gyakorlatilag még azért ott van, a vérnyomás még fönt van, a pulzus még ott van, jönnek ki olyanok, amik nem biztos, hogy másnap már kiadtak volna. Én szerintem baromira belefér. Persze, nem is azt mondom, csak azt mondom, csak hogy ez másnap közvélemény, a közvélemény hangzom. Egészét, meg tényleg azért néhányan itt fölkapták itt ott. Hát nem csak a fejüket erre, hanem magát a nyilatkozatot is körbeosztogatták. Ha mondjuk egy kommunikációs szakember foglalkozda mondjuk Pongóval, és azt mondaná neki, hogy ha egyszer mondasz valamit, akkor az üssön, akkor lehet, hogy azt mondaná, hogy akkor ne írd körül, akkor ne fesd le szépen, akkor ne keressél szinonimákat. Vajon Batiz András annak idején ezt mondta Pinyőnek? Igen, tehát hogy, mert nyilván erről beszélünk most, te is ezzel kezdted, hogy ezekkel a szavakkal, hogyha szépen fogalmazott volna, akkor is kéne arról beszélni, ami a tartalmi állítása ennek a nyilatkozatnak, de én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy ezekkel a szavakkal mondta túl az, hogy tényleg ilyenkor még a meccs indulatai is ott vannak. Ugye Matthias Zollner vezetőedző is Pongót kiemelte a csapatból olyan értelemben, hogy rajta kívül mondta, mindenki megengedhetetlen mentalitással játszott. Ő egy kicsit finomabban fogalmazva azt mondta, hogy már ő is tudja, aki még nemrég van itt, hogy Fehérváron megtiszteltetés játszani, szerződést kapni az Albában, mindig nagy célokért kell küzdeni, és hát ehhez képest megengedhetetlen volt a csapat mentalitása. Ugye gyakorlatilag mindannyian viszonylag közel vagyunk a csapathoz, járunk meccsekre, dolgoztok is a klub körül.
Mennyire ért ezt titeket váratlanul? Most nem önmagában csak a nyíregyházi vereség, hanem az, hogy egy ilyen probléma felszínre kerülhet. Ugyanez a mondat elhangzott Keller Ákos szájában néhány évvel ezelőtt, Szolnokon játszott, a meccs után nagyon plasztikusan fogalmazott. Visszatérve még a nyelvi eszközre, a Pongo egy rendkívül intelligens játékos, tehát egy nagyon tiszta lelkű, a szemedbe néz, játékosként, emberként is a legjobbakat tudom mondani róla. Itt ebben ez a nehéz így, mert a médiában dolgozunk és a hírversenynek a részesei vagyunk. Nem tartom szerencsésnek például a legjobb nézői szempontból nézni egy meccset, amikor lejön a játékos, és azonnal beszél, lejön az edző. Olyanokat mond el olyankor, amit nyilvánvalóan 10-15-20 perc múlva másként élne meg. Matthias Sollner haragudott a csapatára, ő is érdekeset, később beszéltem egy edzővel, aki az élvonalban dolgozik, ő azt mondta, hogy ennek az öltözőn belül kéne maradnia, de akkor és ott az edző ezt gondolta, Pongo ugyanezt gondolta, és lehet, hogy már a buszon azt mondta, hogy lehet, hogy picit erős volt, de mondom, munkatársi szempontból, újságíróként, nézőként, ezek a legjobb riportok, a legőszintébb érzelmek ilyenkor jönnek a felszínre. Az más kérdés, hogy később nehéz ezzel elszámolni, illetőleg ebből lehetnek kellemetlenségek is. De valóban az öltözőn belül kell ennek maradnia? Azért azt kérdezem. Pont ezt akartam mondani, hogy mind a ketten néztük a Mindhunter című sorozatot, amiben ugye egyszer csak a második évadban az FBI igazgató elkezdi mondani, hogy most hamarosan meg lesz, elkapjuk, letartóztatjuk vádemelés, és kérdezi ugye a fiatal az időstől, hogy most itt mi történik? Ez a határidőt szabnak nekünk éppen. Tehát hogy szerintem nem biztos, hogy az öltözön belül kell az ilyennek maradnia, érezze a játékos is a nyomás, és hogyha lemegy az ABC-be, és ránéz egy szurkoló, akkor érezze azt, hogy te figyelj, így játszottatok, és komoly, így játszottál hétvégén? A szurkoló nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy megemlítetted, és én is azt mondtam volna, hogy ha ezt olvasom valahol, mondjuk egy fórumon ezt a két mondatot, amit Pongo és mondjuk Zollner mondott, akkor azt mondom, hogy ez egy tipikus szurkolói reakció. A szurkoló nagyon sokszor persze nem jogosan elvárja a győzelmet, kikéri magának, ha kikap a csapat, olykor még olyankor is, ha esetleg szorosabb meccsen, de ez nagyon tipikus dolog, hogy azt mondja, hogy hát ezek belesztak az egészbe. És amikor ezt egy játékos mondja, akkor bennem az merül fel, hogy tehát ez az, amit tényleg nem szabad és nem is lehet elmismásolni, mert ezt ezúttal nem egy szurkoló mondja, aki meg van sértve, hogy nem nyert a csapata, hanem az a játékos, aki valószínűleg tényleg mindent megtett a győzelemért, de úgy érezte, hogy körülötte ez nem mindenkire igaz. És ilyen szempontból szerintem az igazságbeszéd, meg a tiszta beszéd az mindig egy jó eszköz, más kérdés, hogy nyilván ezt azért rendezni kell csapaton belül utána. Hát igen, csak nyilván, hogyha ezt kifele kiviszed, akkor már ki kell vinned a rendezés módját is. Tehát ott már nem elég, tehát hogyha kiteszel egy dobozt az asztalra, és tudják, hogy van a kezed egy másik, akkor már elvárja a nép, hogy kitedd a másikat is. Tehát jelentők ez, hogyha kiviszed kint rá a problémát, hogy azt mondod, hogy van probléma, akkor nyilván mindenki így lesz, hogy na, mi történik? És jelentők kezdve akkor a megoldást is ki kell tenned az asztalra, mert nem lehet azt sem, hogy megyünk tovább, mint ami se történt volna nyilván. Hát az más kérdés, igen, hogy ez mi módon fog. És nyilván azért a rendezés mondja, nem feltétlenül biztos, hogy kifele kell, hogy kommunikálva legyen, mert nem feltétlenül kell, én azt mondom. Oszlóba játszottuk az EB-s elejtezőt, a Kleinherzer Laci góljában nyertünk. Ő korábban nem nyilatkozott a tévének. Én csináltam vele interjút nagyon közvetlenül az újságban, az más. Nyilván utána felhív, ezt nem így gondolta. Vége volt a meccsnek, nyilván mindenki a gólszerzőre kíváncsi, aki a Vidit MB3-as csapatában sem váltották ki a licenszét, de ott az MLS sajtóosztálya, hogy végtelen küzdelemben volt a lefújás után, hogy ilyenkor milyen helyzet? Oda kell állítani azt a játékost, aki a győztes gólt és minden bizony EB szereplőst élő gólt szerzett, de olyan helyzetbe hoznánk magát a labdarúgót, hogy nagy valószínűség nem tud megszólalni, vagy nem mondan olyat, ami lehet, hogy odaszúr a videótonnak, lehet, hogy megköszöni az edzőnek, de bármi benne lehetett volna, ráadásul abban az érzelmi állapotban, hogy Stortnak a nyakába ugrott, tehát ez egy felhevült állapot volt, és ilyenkor van az, hogy elvitték egy másik kiáraton, sőt még a reptéren is őt külön vitték ki, hogy nehogy bárki megpróbálja meginterjúvolni. Tehát ezek azok a dolgok, hogy egy felkészült stáb van erre, akkor ott hirtelen döntést hoznak, nem hozzák ilyen helyzetbe a játékost. Itt a kosármeccsen megy az edző, megy a meccs legjobbja, logikus volt, itt azt nem lehet aztán előre tudni, hogy éppen ők mire gondolnak. Az edzőben meg volt a düh, a játékosban meg ez a tanástalanság, hogy mi történt most tulajdonképpen valójában körülöttünk. Tehát később minden nagyon egyszerű értékelni a maga módján, de akkor és ott vannak olyan pillanatok, amikor olyan elszólások jönnek, amit valószínűleg mindketten megbántak később. Én szerintem ez sokkal jobb, ezek a mindenféle semmit mondó nyilatkozatok, amiből tényleg tele van a padlás, és 98%-ban az ember ilyeneket kap, hogy igen,
nem úgy játszottunk, nem olyan volt a mentalitás, hanem ezek az őszinte megnyilvánulások, ezek azok szerintem, amik tényleg érdeklik, és egyszerűen van értelme, hogy a szurkoló, abszolút, meg az újságíró is meghallgassa, igen, mert a századik ugyanolyan interjút, vagy ugyanolyan meccsértékelésre azért az ember nem kíváncsi, ezért valljuk be, sok esetben előre tudjuk azt, hogy egy győztes vagy a vesztes mérkőzés után, főleg ha még ismered is a játékos vagy az edzőt, akkor mit fog mondani? Tehát én azt gondolom, hogy ez teljesen rendben volt. Én szerintem a stílussal sem volt alapvetően a baj, amikor én a stílusba szegettem, akkor arra céloztam, hogy ma azért nem szokványos, sőt, hát hogyha az ember politikailag korrekt, akkor egyáltalán nem káromkodik, főleg, hogyha mikrofon meg kamera van előtte. Szerintem nincs ezzel baj, én örülök, hogy ez így, és én bízom abban, hogy ennek meg lesz egyfajta pozitív hatása, amit az Olika is mondott, hogy akkor majd látni fogjuk azt, hogy mi van mondjuk a Zollernek, vagy a klubnak a másik kezében. Vagy ha nem is látjuk, ami miatt nagyon fontos, mert egyébként szerintem nem várható el feltétlenül, hogy innentől kezdve tényleg kinyissák az öltözőt, vagy lebontsák a falakat, és minden teljesen transzparensen menjen. Viszont mindenki tudja, ahogy mondtad is, hogy van probléma, és innentől kezdve nem lehet kérdés, hogy például ez a mi feladatunk, hogy legközelebb, mikor beszélünk egy edzővel, egy klubvezetővel adott esetben, Simon Balázssal, Balázs Imrével, ezekre rá kell kérdezni. Ezután, nyilatkozat után mi történt? Rendezték-e, megbeszélték-e, szerencsésnek tartja-e, történt-e bármi következmény? Nyilván az, hogy a csapat játékában lesz a változás, azt látni fogjuk. Én abszolút Kajzival értek ebben, abban egyet, hogy tök jó, hogy ez egyébként elhangzott, tök jó, hogy ebből ezt most tovább lehet gondolni. Ugyanakkor valóban az van, amit Laci is mond, és ettől például nagyon-nagyon sokszor ellenérzéseim vannak, hogy főleg az úgynevezett nagyon profi sport világban olyan szintre szabályozták és folytották le a valódi őszinte kommunikációt mesterséges keretek között. Tehát ez például egy foci meccsen ma, akár a magyar NBA-ben úgy néznek ki, hogy lejön a feldúlt játékos, vagy az van tényleg, hogy őt nem viszik oda a sajtótájékoztatóra, olykor még az edző sem ül be, hanem beküldi maga helyett a második. Van egy sajtófőnök, aki ezt ilyen nagyon barátilag kellően, lekezelően lekommunikálja a kollégákkal. Fiúk, ma nem jön a Sanyi, ne haragudja. Megértitek, ugye ma nincs olyan állapotban. Vagy ha megy is valaki, akkor eltelik egy fél óra a mérkőzés után, amíg mindenki lezuhajzik, átöltözik, beül a sajtótájékoztatóra, ott ül egy moderátor, aki kérdezgeti, aki adott esetben az újságírókat is kicsit presszionálja, hogy na jó, ezt ne feszegessük. Ennél szerintem akkor már őszintébb is jobb, hogyha beül a játékos még izzottan, és azt mondja, hogy hát nem értem, mit műveltünk a pályán. Aztán persze lehet, hogy ezért tényleg őt se dicsérték meg, de hogy valami gond van, és akkor akár kanyaríthatjuk erre is a beszélgetést, mert ez csak tényleg a jelzés volt, hogy ti hogy látjátok, hogy mi a gond az Albánál. Nagyon sokat beszéltünk már ebben a műsorban is a csapat idei szezonjáról, történt edzőváltás, voltak olykor biztató jelek, de azért az, hogy 17 forduló után negatív mérleggel álljon az Alba, úgyhogy hazai pályán 3-5 a mérlege, ami szerintem egész szezonokra vetítve se nagyon történt meg az elmúlt 20 évben. Ez azt mutatja, hogy vagy újra kell terveznünk, vagy felmérni a lehetőségeket és a reális elvárásokat, vagy pedig én nem tudom, az is tény, hogy iszonyatosan kiegyenlített bajnokság van, ahol lehet, hogy holnap két győzelemben már harmadik vagy, de ti hogy látjátok, hogy működik ez a csapat? Dejan Mihércet, amikor váltott a Matthias Zollner, a csapat a 11. helyen állt, majd utána elindult fölfelé, elment a 6. helyig. Érdekes volt egy olyan pillanat, amikor ha nyerünk idegenbe, följövünk a 3. helyre, hogyha a körment veszít, nyilván most a 8. helyen vagyunk. Én úgy gondolom, hogy a fejekbe ki zavart okozott ez a viszonylagos 3 meccses sikerszériájtőleg. Szerintem a szombathelyi győzelemnél a csapat elhitte, hogy kupát nyerhet, bajnok lehet. Tehát egy kicsit én úgy gondolom, hogy a Paks és a Nyíregyháza elleni meccs kicsit a hozadéka volt negatív értelemben annak az korábbi jó szereplésnek, és a Falko elleni tényleg nagyon jó játéknak, hát és a bravúros győzelemnek. A realitás kedvéért, tehát a Paks elleni hazai egyébként elég váratlan és szintén vállalhatatlan vereség, az megelőzte a szombathelyi győzelmet, tehát ott Szombathelyre úgy mentünk, hogy előtte kikaptunk itthon a Pakstól. Ehhez képest volt nyilván duplán váratlan, hogy Szombathelyen sikerült nyerni. Persze erre mondom, hogy tényleg bármi ebben a mezőnyben elképzelhető. De mint én arra gondolok, hogy egyszerűen magam se tudnám megmondani. Olvasok véleményeket, Albának iszonyú jó a magyar magja, itt van egy Vojvoda, itt van egy Szabó Szöszi, itt van olyan tehetséges fiatal, mint a Lukács vagy az Omenak, akik simán betehetők már a felnőttek közé, és akkor a légiósok.
És azt látom, hogy közben például a légiós sora olyan csapatoknak, amelyek a szezon elején még látótávolságban nem voltak valahol a táblázat alján, egy Sopronra gondolok, vagy egy akár erre a Nyíregyházára, ahol egyébként 105 pontból 104-et külföldi dobott. Tehát, hogy minthogy a légióst azért nem mi választottunk volna legjobban erre a szezonra. Hát ez egy kicsit nekem mindig egyébként itt a magyar kosárban, NBA-ben valljuk be, túl misztifikált dolog a légiós választás. Elmondom miért. Most nézzük a Nyíregyháza, vagy nem is tudom, melyik volt a másik csapat, Sopron. Akit mondtál. Sopron. Hát gyakorlatilag hoznak egy légiós szinten, amerikai légiós szinten olcsóbb streetball játékosokat. Ez a tipikus foot-dob, semmi más nem csinál a csávó, foot-dob, megdobja a maga 35 pontjait. Ugye amikor négy légiós megcsinálja a saját statisztikáját, akkor már igazából nem vagy olyan rossz. És hogyha ez a négy légiós még aránylag a streetball mezőnyből jól is választasz, akkor igazából simán ott vagy egy 8 környékén, mint ahogy most nem megbánthat, én nagyon szeretem Pető Ákoséket meg a Nyíregyházát, de hát ők azért streetball légiósokat hoztak. És mi egy kicsit hát csak a magyar... 26-tal verték az Albát ezzel világos, a streetball csak légióval. Érted, arra gondolom, tehát nincs akkora nagy háttér a kiválasztásuk mögött, mint mondjuk amekkorát néhány klubnál ebbe belefektetnek. És ez egy picit ilyen szempontból túl van szerintem gondolva. Nyilván benne van egyébként ebben a szereplésben, nekem most egy kicsit ilyen koktél feelingje van az Albának, elmondom miért. Kikerült egy hozzátevő, gondolok itt az edzőre, bekerült egy új hozzátevő. Kikerült egy régi hozzátevő, az egyik légiósról, aki nem is futotta be azt az évet, amit vártak tőle. Bekerült egy új hozzátevő. Közben a harmadik hozzátevő lesérült, a negyedik hozzátevő visszatért, az egész egy kicsit össze lett kutyulva, egy teljesen új kert. Ennél le kellene ülepedni még szerintem egy kicsit. Nem volt valós, és megint... Már egyszer elmondtam, amikor, mert hogy voltam már itt ebben, megbeszéltük, és akkor itt voltam, akkor is elmondtam ezt a sztorit, hogy igazából az a három meccses győzelem sem volt reális, meg ez a nyíregyházi vereség sem reális. Ennek valahol egy kicsit le kell ülepednie, mert igazából ez a keret most állt össze végleg egy új edzővel. Én még adnék erre egy kis időt, tehát én még azért nem mondanám azt, hogy ennyire rossz ez a csapat, mint a Nyíregyháza ellen, de nem is annyira jó még, mint amikor hármat megnyert, vagy éppen a Falkó ellen, amikor nyert, szerintem. Én szerintem az is kérdés egyébként, hogy például a szurkolók, illetve tehát a magyar mag mit érez a szurkolók reakcióiból, hiszen nyilván egy... A magyar magból, főleg a fiatalok, nyilván ezért valamilyen szinten vagy sokkal inkább aktívak a Facebookon, de nyilván láttunk már olyat is, amikor akár ebben a sportágban, akár másik sportágban, akár nálunk, vagy máshol, hogy tudom én, családtaggal, feleséggel, unokatestvérrel balhíztak össze a szurkolók, amikor egy-egy mérkőzés után komoly kritikát fogalmaztak meg. Most, hogyha kinyitod a Facebookot, mondjuk, és rámész az Alba oldalára, és mondjuk játékosként lehet, hogy rá is mész, akkor gyakorlatilag kiömlik rád a szemét. És ez nem biztos, hogy jó. És ez egy ilyen világ jelen pillanatban, lehet szeretni, lehet nem szeretni, én a magam részéről ezt a részét annyira nem szeretem, de az sem normális, én azt gondolom, hogy egy magát szurkolónak nevező ember azt mondja, hogy akkor jog van hozzá, csak nem tartom, akkor szurkolónak, akkor én ezek nem megyek ki drukkolni. De most ezzel azt akarod mondani, hogy a fiatal játékosok teljesítményét ez károsan hátráltatja? Vagy nem, biztos, hogy nem. Építeni nem hiszem, hogy építi. Jó, szerintem arra gondol a Kajzi, minden nap megvernek oda, nem mész el hétvégén is, érted? Tehát, meg nincs meg az, hogy éreznéd azt, hogy tényleg a legnagyobb bajban is mögötted áll egy tábor. Hanem itt nem tábor áll mögötted, hanem itt elvárások vannak veled szemben. És azért ez egészen más a kettő. Ezt általánosságban el tudnám fogadni, csak azt gondolom, hogy amikor tényleg 26 ponttal kikap a csapat Nyíregyházán, és az edzője és az egyébként legjobb teljesítmény nyújtó játékosa azt mondja, hogy mindenki beleszart, akkor nem lehet a szurkolókat felelősségre most mondani, arra hogy miket kíváncsi, a hogy mit most nem a Nyíregyháza meccsre mondom, hanem arra voltál kíváncsi, ugye a kérdés még erre vonatkozott egy pár perccel ezelőtt, hogy milyennek látjuk ezt a mostani Albát. Én most kiemeltem ebből egy szerintem egy lehetséges problémát. Visszatérve még a légiós kérdésünk, hogy 13-ben és 17-ben kupát és bajnokságot nyertünk, akkor nagyon jól sikerült a légiósok választása. Mindig volt egy extra. Most egyébként a magyar bajnokságban úgy gondolom, tehát korábban lehetett 3 légiós, aztán 4, aztán 5. És hogyha az 5-ből 4-et eltalálnak, akkor az nagy valószínűség ez a csapat döntős. Tehát van a Szombathely, ahol gyakorlatilag a teljes magyar válogatott kezdőtös, Erlingsfeld és Vojvoda. És akkor az a Szombathely, de ott is fontosak a légiósok, de másút még inkább. Tehát amikor itt
az Alba, de más csapatról is beszéltünk, volt a Dombóvárnak nagyon nagy időszaka annak idején, a Jampi Bánál, aki nagyon eltalált három légióst, és szárnyaltak. A Szeged, tehát itt akkor volt a Jászberénynek egy nagyon jó futása, amikor a Kolmennel nagyon eltalálták a légiósokat. Tehát néha úgy érzem, hogy kell két-három magyar válogatott, és hogyha a légiósokat nem rontod el, akkor nagy valószínűséggel döntőzöm. Ebből indultam ki, és egyébként jó, hogy mondtad ezt a Dombóvát, mert Zoli mondta még az ő válaszom, ezt a streetball kifejezés, lehet, hogy már kevesen emlékeznek rá, mert azért már hát 15-6 éve volt, hogy a Zunis Branislavnak az első csapata edzőként a Dombóvár volt, és akkor volt, hogy Mike English, meg a Mills, tehát olyan légiósokat találtak, a Duane Wiley, aki még korábban Falcóban játszott, és ő rájuk gyakorlatilag mindenki fújta, hogy ez egy streetball csapat, mert egyébként az English tényleg olyan játékos persze volt, hogy 1.95-tel fölhozta a labdát, bevitte a palánk alá, leszette a lepattanót, bezsákolta, meg még közben flikflakkozott is, és egyébként baromira nem érdekelte, hogy hány gólpasszt oszt ki, meg még mellesleg gólpasszokat is osztott, és mindenki azt mondta, hogy hát ez nem mutatvány, az Unics csak bedobja közéjük a labdát, aztán a streetballosok elintézik. Ebben volt egy jó adag irigység is, de az tény, hogy nagyon jól választottak légiósokat, és volt egy remek fél szezonjuk vagy szezonjuk. Szerintem is abszolút meghatározó, sajnos azért is, és ez persze egy más beszélgetés témája lehetne, mert ugye kosárlabdában is van ugyan már akadémiai rendszer, de mondjuk az elmúlt 10 évben nem találunk a Váradi Kornélon és a Per Zoltánon kívül olyan abból a utánpótlásból feljövő fiatal játékos, aki meghatározó volt a magyar NB1-ben. Tehát változatlanul az van, hogy kitalál jó légióst. Az én kérdésem igazából arra vonatkozott, hogy az Albának milyenek a légiósai, mert én azt gondolom, hogy egy Vojvoda Dávidot, akit szintén sokan kritizálnak a szurkolók, sokkal könnyebb levédekezni, és tényleg lehet látni, hogy az ő arcában mindig ott nyúlkál egy kéz, őt mindig idegesíti valaki, ő rá mindenki külön felkészül, de amíg a Szolnokban volt hat olyan társa, akit egyenként szintén nem lehetett levédekezni, addig neki is nagyobb tér jutott. Itt én azt érzem, hogy a Vojvodával bármit meg tudnak védekezésben csinálni, mert úgy vannak, hogy hát jó, föladjuk a légióst. Van itt olyan légiós, aki meccsek óta a tököt lövi, és 2-3 pontokat dobál. Nyilván ott fogják hagyni, és azt mondják, hogy akkor majd a Vojvodát nem védjük le. Úgyhogy szerintem itt azért van még hova előrelépni. Ebbe egyetértünk én abszolút, tehát nem... Mondjuk úgy, hogy nem a legelősebb légiós sora van az elmúlt évek tekintve az Albának idén, az egészen biztos. Én igazából egy emberben látom azt a potenciát, akihez akár még egy következő szezonban is azt mondom, hogy el tudok képzelni, többiekért nem fogok egy könnyet sem ejteni. Visszatérve még erre, jött az új edző, volt Péli Stili, 15 pontos átlag, viszont nem nagyon védekezett, és volt a Mulalics, aki azért elküldhető volt, tehát ő nem tehát tette ő nem is védekezett, és nem is dobott. Nem volt hivalkodó a játéka, és de jó, ami viszont ki a furcsa, hogy Lenzel Smith mondjuk egy pontot dobott most, illetőleg Laksa sem találja helyét az új edző érkeztével, tehát nyilván más a szisztéma. A Mihertz-féle elképzelések illeszkedtek Laksára, sőt szinte rá volt építve a csapat. Itt most valóban a légiós választást most nem sikerült tökéletesen, de nem gondolom, hogy lesz itt már változás, tehát szerintem nem, ezzel persze kell megoldani. Sok függ a kupától, hogy a kupában lesz egy jó sorsolásunk. Én úgy gondolom, hogy benn vagyunk a négybe, ott ha nem jön a Szolnok vagy a Falkó, el lehet menni a döntőig, akkor ez a szezon úgy nagyjából védve van. Akkor már, ha nem is tét nélkül, de nyugodtabban hát lehet menni, vagy azért be kell kerülni. Így van, így van. De azt nem gondolom, hogy probléma lenne. És miután az elmúlt három év nem alakult úgy, én most nem tudom miért a szombathelyi győzelem után én elkezdtem nagyon várni a kupadöntőt, és abban nagyon sokat hajlamos voltam belelátni. Aztán az utóbbi két meccs egy kicsit visszavetett ebbe a tekintetbe, de próbálok optimista lenni. Nekem két dolog jutott eszembe, az egyik, hogy mondtátok a streetballt, 90-valahányban volt itt a streetball világbajnokság, és ott kaptam aláírás Kareem Abdul-Jabbartól. Ne szórakozz! De tényleg, valahol van egy ilyen pószterem. De ő már nem játszott, csak nincs vendég volt. Azt mondja, valahol játszott. Hát ilyenre úgy kéne vigyázni, mint egy... Kisgyerek voltam még. A másik dolog, hogy nyilván ez meg egy több műsoros beszélgetés lehetne tényleg szakemberekkel, hogy Hogy tényleg... Most nem azokkal vagy körülvéve, csak kérdezem. De csak utánpótlás nevelés, fejlesztés. Hogy szerintem annyira nonsens az, hogy tényleg azon múlik kis túlzása, hogy ki a bajnok, hogy ki húzza a rövidebbet, vagy a hosszabbat, tehát hogy ki milyen légióst választ. Tényleg YouTube videók alapján kis túlzással, mert azért azt gondolom, hogy elég kevés klub engedheti meg magának, hogy mondjuk az amerikai rookie-kat scoutolja. Szóval ez azért és egyáltalán nem szolgál, te is mondtad, hogy egy két játékos, aki komoly karriert futott be az elmúlt években a magyar utánpótlásból.
Tehát, és látszik, hogy próbálkozik mindennel a magyar szövetség, hogy volt, hogy ugye kevesebb légiós lehetett, volt, hogy ugye, hogy így kell, most úgy kell a magyarokkal bánni. Most az U23-os szabályban, van. Ugye. Szóval ez nagyon-nagyon nehéz, és tényleg hol van, hol tudsz szakmailag építkezni, eleve kosárlabdában azért, főleg a légiósok esetében, főleg a rukik esetében, baromira jellemző ugye az egyéves szerződés. Tehát olyan furcsa más sportágakkal összehasonlítani, akár labdarúgás, kézilabda, ahol látsz egy szisztematikus építkezés mondjuk adott esetben, vagy tényleg, ha beszélünk a női csapatról az Albánnál, hogy ott tényleg, ott most ki van mondott, fiatalok vannak, necces a helyzet, de hogy ott tudod, és nem azért állnak úgy, mert éppen mondjuk öt rossz szerb légióst hoztak, hanem azért van, mert ezek nagyon fiatalok. Kosárlabdában szerintem tehát tök nehéz, tényleg szerintem szurkolóként is, hogy most oké, vettünk öt jó légióst, akkor most top 3-asak vagyunk, következő évben mellé nyúltunk, hogy ezzel múlik-e valójában, nyilván az anyagiak is behatárolják, de a szakmaiságot én baromira hiányolom emiatt, mert hogy tényleg, ha anyagilag jobban vagy jelen lesz, akkor nyilván magasabb polcról, tehát több YouTube megtekintéssel választhat játékos. Ebben egyébként abszolút igazad van, tehát ha ilyen szempontból nézed a szakmaiságot a többi sportákhoz képest, akkor a mai magyar kosárlabdában nagyjából a nulla felett ember. Azért tudunk olyan, most nem fogom megnevezni, de aki azt mondta a sportújságíró, hogy már simán elvezetné egy csapatot az NBA-be. És egyébként az a röhely, hogy nevetünk, de még lehet, hogy és azokat a viszonyokat se ismerjük nyilván, hogy ügynökök hogy vannak a kosárlabdában, biztos nincs annyi, mint labdarúgásban. Ugye a kézilabdáról volt sokszor, még néhány évvel ezelőtt is, hogy mindenki tudta, hogy gyakorlatilag az összes játékos egy menedzseri irodához tartozik, vagy maximum kettőhöz. Ha az ember felhívott egy klubvezetőt, akkor örülhetett, hogy akkor esetleg ajánl neki valami játékost. Ma már könnyebb a helyzet, mint korábban. Még Monok Tibor, aki játszott Fehérváron, és még Kaposváron lett főnök, és azt mondta, hogy amikor faxon veszünk színesbőrű légióst, abban mindig benne van a veszély. Tehát, veszel egy centert, lesz a repülőr, és jó lesz irányítónak. Volt nekünk is pár évvel ezelőtt, még hozták ezt a Hobbsot, irányítónak, és kiderült, hogy ő abszolút hátvéd, néha bedobó, de irányító semmiképpen sem. Pedig most már megvannak a platformok, ahol ezt meg lehet nézni, de olyan légiósnál, akiről tényleg fogalmunk nincs az előéletéről, hogy az elmúlt néhány hónapjára volt sérült, vagy nem. Ebben benne van mindig a rizikófaktor. Igazából a nagy kérdés szerintem is, hogyha már a Kajzi mondta a kéziseket, ma ugye a kézilabda meccsre senki nem úgy megy ki Fehérvárról, hogy azt várja, hogy a csapat a dobogóért küzdjön, vagy ott legyen az első négyben. Én mindig úgy megyek. Nyilván az álmodozni lehet, és ha belegondoljuk, hogy ez a folyamat hogy zajlott le, mert ugye azért 16 évvel ezelőtt EHF kupát nyert a Fehérvári női kézilabda csapat. Előtte volt egy olyan időszak, amikor világválogatott magyar játékosokat tudott igazolni, tényleg a Farkas Andreától kezdve a Deliritán át egész sor klasszist, egy német Helgát. És aztán most eljutottunk oda, hogy azt mondják, hogy tök jó dolog, hogy vannak fiatal magyar tehetségek, futkározzanak, edződjenek, leszünk 8-ak, 10-ek, mert most ez a cél kosárlabdában. Soha senki nem mondta ki, és szerintem még néhány évig nem fogják, hogy az Albától ne várjuk el, hogy 8-ba legyen, ne várjuk el, hogy aranyéremért küzdjön, mert vannak nagyon ügyes fiataljaink, de mi nem fogunk olyan légiósokat venni. És amíg ez nincs kimondva, és amíg azt látjuk egyébként, hogy tényleg a véletlenen múlik, hogy melyik csapat nyúl be éppen hasonló anyagi körülmények között a jóba, addig ez lesz, addig lesz elvárás, és lesz közönségkritika, ez biztos, mert nem az a szint, hogy most itt legyünk 8-ak. Eleve nagyon nehéz ezeket a dolgokat lekommunikálni, azt mondani, hogy akkor most lépünk egyet hátra. Erre egyébként nagyon jó példa a Forma 1-ben a Haas istálló. Ők megmondták, hogy az idei évben nem fejlesztik, vagy hát a tavalyi évre nem fejlesztik az autójukat, 0 pontot vártak, 0 pontot szereztek, teljesítettek 2022. Günther Steiner ezt bevállalta, megmondta. Azért hát tényleg hány olyan sportágat vagy csapatot tudunk, ahol tudod, hogy valójában ez van, de nem mondhatod ki, nem mered kimondani. És ott kimondták, és ez egyébként, ez egy... Hát ez csak túl teljesíteni lehetett ezt a tervet, az a jó ebben, nem? Tehát, de azért minden mégsem már csak bónusz. Képzeld, hogy az Alba-Fehérvár neki menne úgy a szezonnak, hogy gyerekek, nullapontot tervezünk, a play-outra gyúrunk, meg kell nyerni, meg kell maradni. Na jó, hát... Na de... Figyelj, anyagilag, ha esetleg, ne adj Isten, úgy hozza a sorsz, akkor is baromi nehéz, és nem csak itt az Albánál, hanem nagyon-nagyon sok olyan csapatnál, amelynek van nem is nagy, akkora nagy múltja, mint az Alba Comptnak, vagy most Albafehérvárnak, hanem csak egy valamilyen múltja. Nem fogják ezt kimondani. Holott lehet, hogy sokszor
Hát jó, pont ebből fakadna egyfajta túlteljesítés. Meg lehet várni, hogy hozzászelídüljenek az elvárások a realitásokhoz. De minden esetre jobbulást kívánunk a formát tekintve a fehérvári kosarasoknak, akik ugye hétvégén már újra játszanak, majd pénteken itthon a Pécs ellen. Reméljük, hogy végre hazai pályán egyszer sikerül nyerni, az elmúlt meccseken nem sikerült. A többi csapatnak pedig olyan értelemben kívánunk jobbulást, hogy ezt ugye nem mondta, hogy még a fehérvári focistáknál is felmerült ez a fránya koronavírus, hiszen azért nem utaztak el végül is spanyolországi edzőtáborba. A kézilabdázó lányoknak ugye elmaradt meccsük, a hokisoknak már több meccsük is, úgyhogy remélem egy hét múlva azért tudunk, vagy legalább néhány héten belül beszélni az ő eredményeikről. Most a hokisok elmentek két kapussal, 15 mezőnyjátékosra, úgyhogy ők játszanak, holnap az Alba fogadja a Vácot. Ott nehéz lesz az, hogy mezőnybe kimegy a kapus, mint a portugál bajnokságban volt a Benfica ellen. De ne szakadjunk el akkor a koronavírustól, mert viszont a világot az utóbbi napokban leginkább lázba tartó esemény sorozat is ehhez kapcsolódik. Kíváncsi vagyok, hogy hogy viszonyultok Novák Djokovichoz és az ő, nem tudom, mondhatjuk-e tortúrájához, vagy pedig, hogy magának köszönheti ezt az egészet. Ugye tényleg dióhéjban csak annyi, hogy elutazott Ausztráliába, ahol nagyon szigorúak a Covid beutazási szabályai. Volt olyan vízuma, amit arra hivatkozva kapott, hogy ő ugyan oltatlan, de ennek egészségügyi orvosi oka van, ezt viszont nem tudta igazolni, úgyhogy gyakorlatilag egy ilyen menedékszállodának minősülő helyre paterolták. Aztán tegnap már az volt a ír, hogy a bíróság neki adott igazat, nyilván szigorúan jogi szempontok alapján, de még mindig nem tudjuk, hogy fog-e játszani végül is a jövő hétfőn kezdődő ausztrál nyílt bajnokságon. Nagyon szélsőségesen megosztott azért a világ, akár az egész Covid megítélése kapcsán ebben a történetben. Nekem több dolog, nekem nem szimpatikus az, ami most történik, pedig én Djokovic fan vagyok, ugye a világ gyakorlatilag úgy néz ki, vannak a Federer és Nadalisták, és azok általában nem szeretik a Djokot. És Stefan Edbergi leragadtam is, jó. Nekem tök mindegy. Mats Wilander. Nekem az a, tehát, amikor jött a főháborodás, hogy egy szállodai szobában van, és nem luxus körülmények között, hanem tényleg egy ilyen átlag karantén hotelban, és ez micsoda méltatlan, és akkor az emberek eszébe jut, hogy hány ember fekszik le a világban úgy, hogy nincs fedél a feje fölött, és akkor itt van ez a világsztár, és az a legnagyobb probléma mondjuk most jelen pillanatban, hogy ő nem a, mit tudom én, melyik ötcsillagos hotelban van, hanem csak egy karantén. Kap enni. Lesz holnap, hol lefeküdt? Lesz. Mutatta képeket, szóval azért az a karantén szálló, az nem magyar viszonylatba kell elképzelni, tehát nem de egy hajléktalan otthon volt. Annyira borzasztó és gusztustalan, hogy én nem tudom, hogy fogok-e tudni ezek után Djokovicnak szurkolni. Azzal együtt, hogy szinte azt mondom, hogy lehet, hogy az oltás olyan, amilyen, nekem megvan mind a három. És vagy azért nem akarja fölvenni, de ha ez a szabály, akkor igenis, vegye föl, oltassa be magát, hát vagy akkor nem játszik. Hát ez fekete vagy fehér. Hát oda megyek, és akkor verem a tamtamot, a borzasztó. Ha én saját lakásomban azt mondom, hogy eljöttök hozzám, és csak az jöhet be, akin csíkos póló van, és te megjelensz pöttyös pólóban, és elkezdesz paláverezni, pont magasról tennék rá, és úgy vágnálak ki, mint a taknyok. Pedig hozhatnám az igazolást a valamelyik áruházból, hogy nem volt csikos póló. Hát elmondom, mit csinálnék vele, tehát hogy magasról le, tudod, így. Nem érdekel, tehát hogyha én, a saját, van egy törvény egy országban, vagy éppen egy lakásban, a tulajdonos azt mondja, hogy ide már pedig bejöhetnek a kutyák, az emberek még csak csikos pólóba, akkor oda már bocsánat, csezd meg. Így van. Csikos így pólóba van. Megyek, vagy beviszem a kutyát. És tudomásra veszem, hogy az az, mert én vagyok a vendég. Hát a kérdés ennél az... Befejezem, de ezekem ez addig volt csak furcsa, igen, amíg a Novák apja megtartotta a sajtótájékoztatóját, és Jézushoz hasonlította a gyerekét. Onnantól kezdve tudtam, hogy ott komoly hibák vannak a családban, hogy akkor felfele minden azért a szerb érzelmekről, meg a mentalitásról tudjuk, hogy ők azért eléggé teatrálisak tudnak lenni, tehát nyilván ez egy... Hát ezt nevezhetjük teatrálisnak is, szerintem szépen csak hülyék, de ebben most felesleges. Ez egy érdekes helyzet, mert egy ausztrál portál írta, hogy jellemző az országunkra, hogy ha gazdag vagy és híres, akkor tulajdonképpen bármit megoldhatsz bent és külföldiként is. Djokovic most hollywoodi sztárt játszik, akinek bármit lehet. Nagyon-nagyon nagyra tartom, mint sportembert, és tényleg top extra. De Nadal fogalmazta meg kicsit árnyaltan, hogy túl a tortúráján, ami nyilván nem hiányzott Djokovicnak sem, de ha vannak szabályok, akkor azt mindenkinek. Boris Becker is először keményebben fogalmazott, a végén próbált egy kicsit szépíteni, mint a korábbi edzője, de ő is utalt rá, hogy hülyeséget csinál Djokovic. Boris Becker kifejezetten figyelt arra, hogy ne dicsérje be Djokovic feleségét. Ami a képet nem árnyalja, de azért bonyolultabbá teszi, ugye, tök igaz persze a szabály, hogy valaki
és az ugye szintén az eseményekhez tartozik, azt mondta Djokovicnak, hogy mehet Ausztráliába. Nem ő szállt föl úgy Szerbiában, vagy nem tudom, Monakóban egy gépre, hogy már pedig én bemegyek, és tehetek egy szívességet, és ha leszállok a gépről, akkor majd mindenkinek bemutatom. Na de most akkor visszahozódik a lakás példájához, hogyha példa... a barátnője azt mondja, figyelj, Kajzi, nem vagy, gyere Pöttyösbe, majd elintézzük. Hát de az Olika a főnök, ott meg van egy miniszterelnök. Jó, csak egy tudod, most a Facebookon lehetne, van egy gift, tudod, amikor a dollárt. Szóval, igen, hát ez a nagy kérdés az üzleti kérdés. A másik az, hogy valószínűleg a politika későn ébredt, tehát hogy úgy gondolták, hogy ez talán majd nem lesz, nem ver akkora vihart, az Ausztrál Open, illetve a Djokovic az akkora nagy dolog Ausztráliában, hogy mindenki majd őt ünnepelni fog, és nem gondoltak csak bele, hogy elementális felháborodást várt ki mondjuk Mrs. Smithben, aki 600 napig nem mehetett ki az államból sem Ausztráliában, hogy bejön valaki, aki kedve szerint, és hát ugye aztán itt tényleg az egész világot átszövő oltás-oltatlanok, ezt hagyjuk is, mert már Djokovicot lassan tényleg pápává emelik az oltatlanok, és ő most egy ilyen szabadsághős lett. Tudod, abban nem gondoltak bele, hogy itt vagyunk mi mindannyian. Sportban élünk, sporttal foglalkozunk, nyilván nem feltétlenül csak és elsősorban... Én most tanulításokkal is, de... Jó, most azzal is, de alapvetően, és nem feltétlenül csak tenisszel, csak abban nem gondoltak bele, tehát mi azt mondjuk Novák Djokovicra, hogy világsztár, mert az. Teniszben az egyik valahol legnagyobb teniszező, csak hogy te mondtad, ott van Mrs. Smith, aki nem szereti a sportot, és ő azt látja, hogy jön egy ember, egy szerb ember, semmi köze Ausztráliához, aki igazából semmi más nem csinál, csak ütöget egy labdát. Mert sokan hajlamosak elfelejteni, hogy azért a világ nem minden lakója sportrajongó, és nem mindenki sportrajongó szemmel nézi. Tehát akik fel vannak háborodva Ausztrália, nagyon sokan közülük, nem úgy tekintenek a sportra, mint mi, hogy nekünk ez az életünk része, napjaink része, hanem ő azt látja, hogy van egy ember, aki igazából semmit nem csinál, csak ütöget egy labdát, nyög nagyokat közbe. Ezt így szeretitek gondolom, nem mikor sportrajongóként ezzel találkozom. Mi ebben a nagy dolog? Hát csak ütöget egy labdát. De igen, csak nem mindegy, hogy csak néhányan, én többször belefutottam, főleg idősebb nagymamákkal, akár családon belül is, hogy az, aki mondjuk kimegy szántani, az nem annyira érdekes, mint hogy a Djokovic ütögeti a labdát. Én azt gondolom egyébként, hogy oké, de akkor ne legyünk álszentek, akkor mondjuk ki, hogy bocs, ez egy világsztár, szükségünk van rá, ennyi pénz, ő neki megengedjük. Az kész. Mert nyilván, de hát ezt már pontosan tudjuk, hogy azért van az a réteg ma a világban, persze, világvezetői. Tudjuk, de nem mondjuk ki, tudod? Na de ez az álszentség, hát hogy persze, akkor mondjuk ki. Hát egyértelmű, hogy az. Novák Djokovic, a Novák Djokovic, kész. Te nem, Mrs. Smith, te nem. Egy tipikus példa ez, hogy az üzlet viaskodik a szabályokkal. Tehát az állami kormányzó megengedte, a főszervezők még örültek is. A jegybevétel egy ilyen Ausztrál Openen nagyon-nagyon jelentős. A tévéközvetítés és a szponzori jelentés. Nekik fontos Novák Djokovic. Viszont, ha van egy kormány, egy felelősségteljes kormány, akkor azt mondják, hogy nincs három oltásod, kettő vagy egy, hazamész. És ha Djokovic sem látná az üzleten túl, ő is azt mondaná, hogy ha nem akarna 21-szeres bajnok lenni, aki magam mögé utasít mindenféle bálványt, ő is elmenne haza. Csak ő most 21-et akar nyerni, és azt a fajta megaláztatást is elvisel, hogy 8 órán keresztül fogva tartják, nem tudjuk, hogy bántak bele. Itt most az Ausztráliában is... Ez már egyébként beszélt tényleg erről a korszaknak, erről az őrült rivalizálásáról, tehát tényleg az, hogy Djokovic, gondolom, ha ez tavaly történik, vagy tavaly előtt, amikor mondjuk még csak 18-szoros Grand Slam győztes volt, vagy 19, lehet, hogy elenged egy Ausztrál Opent, lehet, hogy azt mondja, visszajövök jövőre. Valamiért most biztos nem csak a saját maga ambíciója miatt, de ezért rettentően fontos lett. Igen, hát nyilván... Egyrészt most már nem akarja ezt a szabadságharcos státuszt feladni, és ő akar lenni a mindenek felett. És azt mondja, hogy ha ez ezzel jár, akkor elveszítek mondjuk a világban 1 milliárd rajongót, de meg marad 7. Tehát de így számol. Hát teszem hozzá zárójelbe, hogy halom készül a Terminál 2, csak itt már... Tom Hanks helyett valaki más játsz a Djokovicot. Az egyszer Beethoventől megkérdezték, hogy mi a titka a zseniális zongora játékának, és azt mondta, hogy nagyon egyszerű, a megfelelő billentyűt a megfelelő időben kell lenyomni. Ez a Djokovic ütöget egy labdát. Igen, tulajdonképpen olyan könnyű. Dárdai Pali mondta annak idején, miért nem vettek a labdának gyereket, mikor őt kérdezték, hogy Bundesliga karrier és mekkora pénzt keres, és mondta, hogy mindenki vehet labdát a gyerekének karácsonyra. Hát az más kérdés, hogy nem mindenki fog úgy hozzáérni nyilván, mint a legnagyobbak. De a foci azért, nem maradjon ki mai adásból, még néhány percünk van.
Én azt tudom Zoliról, hogy valamikor régen, és nem tudom, hogy ez most is igaz, ilyen megszállottan szereted az afrikai nemzetek kupáját, ami most elkezdődött ugye Kamerunban. Egyetlen Magyarországon fogható tévéadó sem adja, ami önmagában már megérne egy misét, hogy ez hogyan alakulhatott ki. Jó lehet, nem is volt azért soha akkora futballbiznisz, mint a legnagyobb esemény. Nem, de sport azért elég kitartóan nagyon-nagyon sokáig tüzetítettem. Fekete-fehérben még az tényleg Vitár Robert klasszikus kommentárja. Mennyire kíséred most figyelemmel? Egyelőre most annyira nem volt idő. Nagyjából követem, de igazából most annyira nem merültem bele. Azon meglepődtem nagyon, hogy Szenegál csak hosszabbításban rúgott 11-es góllal nyert, még hogyha már ott húztam a számot, amikor megláttam, hogy Szenegál egyúra nyert. Mané 97. percben 11-es, hú, mondom, az megint valami játékvezető sztori volt, de mondjuk nem, az egy jogos 11-es. Az jutott eszembe, hogy olyan régóta, gyakorlatilag én 30 éve hallgatom azt a szöveget, szerintem te is, hogy most már jön Afrika. Yeah. Nem, és Afrika lesz, jön. Afrika lesz, és gyakorlatilag annyi Afrika kupát néztem végig, és annyiszor láttam azt, hogy tényleg csodálatos képességű, fantasztikus, atletikus játékosok hogyan csalják a futballt, és tegnap néztem az eredménysort, 4 meccsből 4-1-0. Mondom, ez ott nyugodtan be lehetne vezetni, hogy a hirtelen halál, ha a harmadik percben van a gól, ha a 97-en, ott vége a meccsnek, mert ott több nem az lesz. Igazán nagy sansz a 2000 és 2010 között volt Afrikánk, tehát főleg 2002-ben Szenegállal, 2010-ben meg Gánával. Ott volt nagy sansza. Volt az egy Nigéria, a britek ellen esett ki, az angolok ellen a 8 közé jutásért az Egyesült Államokban. És hát Kamerun a 90-es évben az angolokkal negyed döntőzött, és az egy csodálatos Kamerun volt, az egy olyan Kamerun volt, ahol szerintem az angolokat egyébként kellő bírói hátszéllel tolták tovább, és még utána is volt, vagy 90-es évben Nigéria. Nigéria az olaszokkal játszott. Atlantában megnyerték az olimpiát. Igen, tehát hogy voltak ilyenek, és ugye azt is tudjuk nyilván, hogy nincs valamire magára valamit adó európai élklub, akinek nincs 2-3 afrikai labdarúgója. Egyiket ezzel sopánkodtak itt sokan ugye a Premier League-ben, hogy jaj, hát elviszik az afrikai játékosokat. Amire lehet mondani, hogy de tudtad, mikor leigazoltad, hogy afrikai, csak közben az is igaz, hogy vannak afrikai játékosok, akik másfél éve afrikaiak, mert egyébként akkor kaptak állampolgárságot valahol, tehát hogy még ma már ez is üzlet, hogy valakiből csináljanak egy afrikai focistát. Hát ott van például Tuanzebe, aki ugye angol születése, aztán menet közben kongói lett, mert talán a kongói a bevándorló kapcsán. Na jó, hát ez egy Willy Orbán kapcsán erről is beszélgethetnénk, tehát így. Így, hogy nem adja a tévé. Csak nem indulunk az azért nehéz azonosulni velük, mert a 1990-ben emlékszem rá, ott volt, akkor kerültem ide Fehérvárra, és egy barátomnak volt a kedvence François Pagal, aki a francia Saint-Étienne-ben játszott, és én is elkezdtem nézni az Afrika kupákat, és 2003-ban egyszer sikerült el is jutnom Tunéziába, ahol valami egészen elképesztő élmény volt. Én fekete-afrikai dominanciát vártam, és aztán megnyerték a házigazdák a Marokkó elleni döntőt büntető párbajban. Tehát akkor volt az, két kollégámmal voltam, barátommal, és akkor beszéltük, hogy bárcsak egyszer mi is nyerhetnénk kvázi EB-t. Tehát ott annak az volt akkor a súlya. És én vártam az afrikai dobosokat, Észak-Afrikában rendezték, tehát a fekete-afrikai törzsekből nem jelentek meg emberek, de egy nagyon jó hangulatú rendezvény volt, és hát azért más, mint egy Európa-bajnokság millióban is, szakmaiságban is. Az afrikai futballnak az volt mindig a varázsa, hogy ilyen lazán kötetlenül, de taktikailag nem tudtak fölérni az európai csapatokhoz, és ez volt a döntő, hogy a nagy áttörés ezért nem tudott. Most már olyan az egész, hogy hazamennének pihenni egy kicsit. Ezért mondom a 2000-es éveket egyébként, ugye mondtátok, nyilván 90-es években is voltak nagyon jó kiugró eredmények, de akkor még nagyon-nagyon tanuló fázisban volt az afrikai foci. Tehát akkor azért oké, hogy itt játszottak Európában, de szövetségi szinten, tehát válogatott szinten nem volt mögöttük még olyan háttér, ami a 2000-es évek elején megvolt. És az úgynevezett ösztönös tehetség, az a egyébként minden kétséget kizárólag meglévő fizikai előny, ami egyébként megvan nekik szerintem abszolút, azt nem tudták valahogy áttenni úgy a játékban, főleg taktikai szemszögből, hogy ez befusson is. Erre a legnagyobb esélyük a 2000-es években lett volna, mert akkor már megvolt a válogatottak mögött az a háttér, ami egyébként a világon az élmezőnyben lévő válogatottak mögött, és volt két olyan generációval rendelkező válogatott, akivel benne volt a potenciál. De most volt szerintem még elefántcsontpart is. Igen. De nem jutottak a közelébe sem arra, de viszont ha belegondolsz, hogy ott Gána, hogyha éppen Uruguay egy Suárez klasszikus kezezése, volt az egy óriási meccs volt. Szóval ez, aki a világ legjobb csatárot kapus bravúrral kiállítják, és kihagyta az ember a 11-est, aki utána a 11-es párbajba belőtte, de akkor meg a többiek hagyták ki.
Szóval az az afrikai futball legnagyobb. Ott, most pedig nincs olyan afrikai válogatott egyszerűen, aki tudásban, tehát nem is azt, hogy a taktikai tudásban, hanem ösztönös tehetségben most nincs olyan tudású válogatott Afrikában, mint amilyen volt ez a bizonyos gánai, vagy a korai Drogba-féle elefántcsontpart, vagy éppen még az Elhadji Diouf, Bouba Diop vezette szenegáli csoportot. Aztán egy Adobaja fél a Togónak egy nagy futása viszonylag. Igen. Ugyanazt érzem az afrikai futballban is, mint a Brazílban, hogy a Brazíl, amíg technikai képzettségben annyival a világ előtt járt, nyertek 5 VB-t, de amikor már a technikai képzettség, az európaiak is hajlamosak voltak egyre jobban focizni, ott pluszba szellemileg, illetőleg taktikailag nem tudták hozzátenni, és Afrikán ezt az áttörést tényleg a taktikai dolgokba érzékelem, mert egyénileg mindenütt van 4-5 világsztár kvázi, de mégis egységben nem tudnak gondolkodni. Ennek kell csak azt jutott még gyorsan eszembe, hogy akkor ezek szerint nem a magyar bajnokság fejlődését dicséri, hanem akkor ez kritika, hogy most már 8 Afrika kupás játékosa van a magyar NBA-ben. Nem, és szorítunk nagyon Stop Iránnak, aki győzelemmel tudott bemutatkozni, egyébként pedig jól is futballozott állítólag. Biztos vagyok benne, hogy Guinea nyeri az afrikai kupát, csak az a kérdés, hogy Guinea, Bissau Guinea, vagy egyenlítő Guinea, mert három is van a mezőnyben, úgyhogy hajrá Guinea. Köszi szépen, hogy itt voltatok, és akkor jövő héten mi lesz, Tomi? Krisztián jön. Krisztián vezeti majd. Ronaldo? Krisztián Ronaldo jön. Kivételesen mi nem leszünk itt Kajzer Tomival, de adás lesz, és talán még az afrikai kupa is szóba kerül. Köszönöm szépen a vendégeinknek, és a kedves nézőknek is a figyelmet, viszontlátásra.